ezt figyeld, eredeti játék letöltése, thg.hu per olcsó játék. Egy újabb THG videó. Lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel. Rock and roll. A mai videó során egy olyan gyerekről lesz szó, aki már szerepelt a csatornán. Ő pedig nem más, mint Szabi Est. Nemrégiben posztolt a Snapchat a kuntyára egy képet. Ezt fogjuk most megnézni. Na jó, elég ebbe a Refplay paródiából. Kezdjük el! Szóval, ez az a kép, amiről beszélek. Amit láthatjátok, tényleg Szabiás posztolta ki. Mondjuk most elgondolkoztam, ez lehet, hogy nem pont Snapchat, hanem vagy Instagram, vagy Facebooknak ez a fajta szolgáltatása. Bevallom, nem vagyok teljesen tisztában, hogy most melyik melyik. Tudjátok, én öreg vagyok már ehhez. Szóval láthatjuk, hogy a felirat szerint épp vett egy új kocsit. Sajnos annyira nem értek hozzá, de azt tutira megállapítom, hogy ez egy Audi. Én azt mondanám, hogy A4-es, de faszom se tudja, hogy mi van odaírva. Ó, oh, és ahogy láthatjuk, több millió forint van a kezében. Oké, okay, szóval most, hogy így megnéztük a képet. Nem tudom, emlékeztek-e, de a szponzores videójában azt mondta, hogy mennyire örül adnak, hogy meg tudta venni a saját pénzéből azt a kis... Nem is emlékszem, talán fordot, amilyen volt neki. És ez egy tök jó dolog amúgy. De hoppá, úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel a szponzoroktól kapott egy kis pénzt. Kis pénzt. És hát... Azon elő is felejtett, hogy mennyire jó volt az a Ford, amit saját magának vett. De semmi baj, hiszen végül is arra költi a pénzt, amire szeretné. Ha ilyen autót szeretne menni, nyugodtan vegyen. Ú, de nem azt mondta, hogy ő, ő minden pénzt, amit a szponzoroktól kap, a videózásba forgatja vissza? Hát igen, ezt mondta. És egy kocsi igen hasznos tud lenni. A videózáshoz is ö, jól tud jönni, hogyha van egy autó, amivel közlekedhetsz. Na az a baj, hogy eddig már volt egy autója, amivel közlekedhetett. És valahogy nem látom, hogy egy új Audi-t hogy tudna felhasználni a videóiban. Leszámítva az Audi szponzorálja őt. És persze lehet mondani a sokszor használt irigy vagy szöveget. És tudjátok mit? Igen, irigy vagyok, én is szívesen vezetnék egy ilyen kocsit. De most egyáltalán nem erről van szó. Hanem arról, hogy már megint önmagát hazudtolta ezzel meg. És még ne legyünk irigyek, miközben ilyen képeket rak ki tipikusan beállítja magát, hogy mennyire egy szerény gyerek, és ekközben, amint lesz valami menő cucó, nézzétek, mi van. És itt elsősorban most nem a kocsiról beszél, hanem arról a kurva pénzről, amit a kezében tart. Komolyan olyan képeket, ahol az emberek pénzzel pózolnak, max a cigányoknál láttam. És ott is ki tudja, hogy ez a pénz honnan van. Jaj, meg sokszor mondják, hogy ó, alig keresnek ők, ó, nagyon kevés bevétel van belőle. De az ott a kezében kibaszott több millió forint. Alapból, ha most nálam lenne annyi pénz, Fasz rakná ki a közösségi oldalakra. Szerintem egész egyszerűen undorító ezzel menőzni. Na, de ennyi befejezem az irigykedésemet. Összegzésképpen elmondám, hogy csak megint bebizonyosodott, hogy mekkora egy fasz ember ez. Hogy felvág ezzel, hogy hazudik a nézőinek, és a negatív kritikára és a véleményekre azt mondja, hogy csak irigyek vagyunk, miközben ilyen képeket rak ki. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!